2020-ban kezdték meg a bálta-széki tájház felújítását. Az 1892-ben épült rangos német parasztház 2000-től működik tájházként a városban, és ad helyet az itt élő három jelentős lélekszámú népcsoport, sváb, székely és felvidéki, berendezési és használati tárgyainak népviseleteinek bemutatására. Az elmúlt évtizedekben azonban jelentősen megromlott a ház állapota. Azt tapasztaltuk, hogy a szerkezetében komoly állékonysági problémák merültek föl, megrepettek a falak is, és úgy látszott, hogy a talaj szerkezetében valami jelentős változás következett be. A népi építészeti program támogatásával a terveket is el tudtuk készíteni még 2020-ban, és még ebben az esztendőben, azaz 2020-ban a kivitelezésre is nyertünk 20 millió forint támogatást. Itt is szeretnénk képviselőtársunknak megköszönni a közbenjárást. Fölépítettük a tervek alapján azt a műszaki tartalmat, amit meg szerettünk volna valósítani. Szakemberek bevonásával, illetve az épület felmérésével ebben az esztendőben tavasszal ezt a műszaki tartalmat egy kicsit megváltoztattuk. Így egy kicsit költséghatékonyabbá is tudtuk tenni a beruházást. 29,2 millió forintért tudtuk az épületet stabilizálni. Ezt a talajimpregnálás segítségével tudták megoldani. Ezzel a módszerrel a talajszerkezetet szilárdították meg a szakértők. A befecskendezett anyag megszilárdul, ami megakadályozza az épület további süllyedését. Ezen kívül az épület utcafelőli szobáját is felújították. Ezzel úgy gondoljuk, hogy az épület stabilizálása megtörtént, és azok a problémák, amik korábban felmerültek, már orvosolva vannak ezzel a műszaki megoldással. Emellett a képviselőtestület még döntött arról is, hogy 5,5 millió forint saját forrásból további csapadékvizelvezetési munkákat végez, egyrészt a belső udvarban, másrészt a tájház utcafrontján, illetve az épületet megelőző és az épületet követő ingatlanok előtt is. Ezzel is próbáljuk azt a kockázatot csökkenteni, ami a szakemberek véleménye alapján előidézte az épület műszaki állékonyságának meggyengülését. A stabilizálási munkálatok befejeződtek, tehát itt az elszámolások is folynak jelen pillanatban. Reményeink szerint néhány napon belül a dokumentációkkal is teljes egészében elszámolunk a 20 millió forint támogatással. Az önkormányzati saját forrásba végzett munkálatokat augusztus közepe, augusztus végére szeretnénk befejezni. Amikor ezekkel készen vagyunk, akkor kezdődhet meg az épületen belül a kiállítási tárgyaknak a visszaállítása, amelyet az egyesületekkel, illetve a szakemberekkel próbálunk majd megvalósítani. A Bálta-Székért Marketing Nonprofit Kft. És a Művelődési Ház munkatársai végezték évelején a kipakolást, ügyelve arra, hogy minden olyan állapotban kerülhessen vissza a felújítás után, mint amilyenben volt. A kisebb berendezési tárgyakat, azokat miután lefényképeztük és videót készítettünk az eredeti helyükről és állapotukról, bedobozoltuk és a Tájház Iskola Történeti Múzeum mi részében helyeztük el. Ezen kívül a Vosinszky-Mór megyei múzeum munkatársainak a segítségével a Pince Múzeumban található régészeti tárlat komplett anyagát szintén leltárba vettük, illetve ők voltak azok, akik elszállították és vállalták azt a feladatot, hogy egy kicsit fölfrissítik azokat a tárgyakat, amelyek szintén visszakerülnek majd a pincébe. Én bízom benne, hogy miután az apró simításokkal is végeztek a szakemberek a felújításokkal itt a tájházban, akkor valamikor szeptember első vagy második felében, ahogy kijön a lépés, vissza tudjuk pakolni és rendezni az életet, az eredeti formáját vissza tudjuk adni a tájháznak. Ebben viszont majd az eredeti elképzelésünknek is megfelelően a helyi közösségek és nemzetiségi csoportok segítségét is szeretnénk majd kérni. A tájház megújulásának következő lépése a vizes blokkok és a konyha korszerűsítése lesz, de ez még a jövő zenéje. Szeptemberben azonban mindenképpen megnyitják a kiállító tereket.